Válasz, Szofia már nem marad benn, az biztos. Kapcsolj Zundira. Jó. Lajdás! És egy pohárat adják, kérlek szépen, és akkor nem fog hajni. Te azt sem tudnád élvezni a pohárat. Nem tudnád. Én átvenném tőle a fájós lehetne. Ha tárgulok, ha nem. Megszólod. Én már mennék, hogy császározzon meg. Most értem vissza futásból, te meg Feri, kerékpároztál, fel voltál anyukádéknál, és azt mondta a Csilla, mert hogy a Csilla hívta a Ferit, nem is az Imi, ugye? Igen. És mit mondott pontosan? Elment a magzat, viszem, azt hiszem. Elment a magzat, viszem, azt hiszem. Ilyen beszélek, szóval én is tudok hívni. Gyuri, most itt ülök a vízben. Én meg épp fölveszem. De amúgy elfolyt egy csomó vizem, meg nagyon fent van, azt mondják még, úgyhogy van idő. Jól van, azért jövünk. Most azt vesszük, amit mondtál, úgyhogy... Én volt a sátok, ki basszus. Tíz gólsz? Hát igen. Ne vigyünk semmit? Valami... Mentes vizet, úgy így lesz, azt otthon felejtettem. Mentes vizet? És más ne? Más nem kell, minden van. Jó, oké. Szuper, jó, hozzuk, puszi! Hello! Válna, Szofia már nem marad benn, az biztos, úgyhogy mehetünk. Éd. Na mi van, kis papi? Jó, de kis csinos vagy. Hello! Hogy gyorsultak az események? Hát, kicsit elfolyt a magzatvíz. Most az mit jelent, hogy kicsit? Hogy olyan nem volt, tudom. Mintha nem tudtátok megállapítani, hogy pontosan az történik? Hát a Csilla azt hitte, hogy megint van neki egy kis folyás, mert most azért a napokban már volt ilyen neki. Aha. A szülésznő megnyugtatta, hogy az nem van. De most este éppen telefonált, aztán valami több folyt el neki. Gyors a bugyit cserélt, aztán másik bugyi is már rögtön vizes lett. Aha. Fölhívtam, mondta, hogy akkor menjünk be, megnézzük, hogy mi a... És ahogy itt megvizsgálták, akkor már folyt belőle már, nem tudom, fél liter, egy liter. No, hát akkor az nem kicsit folyt el. Akkor most kapott egy tablettát, azért a mészájt érleli, hogy tudják a babát megvizsgálni. Aha. Ez most egy két óra hosszás várakozás idő lesz mindenkor. Csilla, szól hozzá az élőkhöz. Igen, folyamatosan. Annyira cuki. Most az előbb már voltak neki kis fájásai, mert azt hiszem, hogy ez így jó. Jó van. Mert az lett volna jobb, hogyha először fájásai vannak, utána folyik, mert igen, pedig folyik fájásai. Igen, nálam is így volt egyébként, én nálam is így kezdődött, ugye a szülemet. Úgyhogy ma már biztos kijön a baba. Teszik a kórház, nézzétek! Nem, azt hiszem, maga kérdődik. Ez teljesen normális, hogy a kispapa egy kicsit meg van zavarodva. Csilla itt van az egyes szülőszobában, hát hol máshol, a Bier. Hello! Mizu! Azt mondja, unatkozik. Unatkozol? Azért jöttünk. Na, hát jöttünk társaságnak, tudod. Már vannak fájásaid? Hát valami olyasmi, de... De mi? Hát mit érzel? Tudod, nagyon érdekes. Semmit nagyon feszít, csak egy kicsit. Délben voltál elestén, vagy délben? Igen, igen, úgy igen. Kezdődött az egész napod ma. Onnan hazamentünk, megövédeltünk. Kiszaladtunk anyuikhoz, meg arra szaladtunk. Mutyának mehetettünk. Mi van, drágám? Nem vagy olyan beszédes kedvedve most? Most, hogy felhelyeztük 3:45-12 óra tablettát, ezt a visszaérlő tablettát, azt követően 2 óra hosszáig feküdnie kell, majd 2 óra hossza után föl lehet kelni. Mindenki nálad fog szólni.
Egyébként ezt így végig fogjuk röhögni? Különben? Az jó lenne. Ez teljesen jó lenne, ez így lenne. De én azt gondolom, hogy egy kicsit majd azért fogyni fog ebből a jó kedvből. Az előbb mondta, hogy pakoljam össze a cicomat, azt takarodjak hazafele. Ilyet mondtál? Kis papának. Na mit csinált? Evett? Nevet. Nevet? Mert mondtam neki, hogy hagyhatott volna otthon aludni, ezért mondjuk most itt várunk, hogy otthon várunk teljesen, mint otthon is aludhattam volna. Azt mondja, azóta takarodj el az a fele. Van ott szőlőcukrunk. Aha, meg? A víz otthon maradt. Meg van pilóta kextem a táskába. Azt lehet, egy kicsit baj, csak hogyha kéri esetleg majd igen. Uh-huh. De én jobb szeretem azért a szőlőcukrot, meg a vizet. Hát babaváró körök. Hát ez most babaváró körök. Milyen a hozzáállásod édesem? Nagyon jó, ha felállhatok. Majd akkor lesz a legjobb. Ja, a fekvéssel van most a legjobb bajod. Kellemetlen. Nem baj. Hát elegettem most este. Csomó babacuccot. Otthon maradt a pléd, megvan a Málna Szofiás hímzett plédünk. Na nem baj, majd megszállod. Mivel kell? Mivel kell? Mocorok szerint most elég jól. Most is van egy ilyen. Aha, itt mocorok. Kislány lesz ez. Én mindig minden egyes alkalommal azt kérdeztem, hogy mondom, még mindig lány, remélem nem jött ki a kukaca. Azért nem sikerült. Málnából akkor lesz Milán. Hogy kell csinálni? Szép lassan beszívja a levegőt, egy kicsit bent tartjuk, és szájon keresztül lassan kifújjuk. De ez akkor, amikor a feszítő érzése? Úgy van, amikor a mély kontrakció, a mély összehúzódás. Igen. Kapcsolj zundira. Jó. Még van időd? Egy óra. Még egy 3-4 óra minimum. Micsoda? Hát addig kell, hogy ott legyen, így kell, hogy legyek. Hát csak de akkor felállhatok ma utána. Egy óra. Akkor megtudtuk, hogy terhes. Pont azon a héten halt meg édesapám. Igen. És amikor jöttünk, az első vizsgálatra mondják, hogy április 24 lesz a várható születés, az meg apónak a születésnapja volt. Istenem. És úgy indult el a Márnak, április 24. Azért mondtam Csillának, hogy úgy látszik, apu fölébredt. Mindig az adott fájásra figyelj, Csilla, nem előre, hogy mi lesz 5 perc múlva, 10 perc múlva, mindig csak arra, ami most van. Elmúlt a fájás, akkor pedig szépen lazulunk, pihensz. Jó? Csillált. Azért fáj egy kicsit, de ott a gyerek a mamát. Óvatosan. De na, inkább hagyd abba jönni, mert fáj. Hát fáj. Nem csak csinálok ott így. Két-három perc. Hát az már nem. Az már nem. És változott is, jött is lejjebb. Málna, a kis bocsijával, meg nyílt is talán egy kicsit a mészáját. Reméljük. És
csak egy puhaágyat adják, kérlek szépen, és akkor nem fog hajni. De azt sem tudnád élvezni, a puhaágyat. Nem tudnád. Most hajnali 2 óra van itt a kecskeméti szülészeten, és a Csilla éjfélkor gyakorlatilag még semmilyen fájása nem volt, és most 2 óra múlva 2-3 perces fájásai vannak. Most már fölállt, a bordásfalhoz állt, aztán a szülésznő azt mondta, hogy menjen be zuhanyozni, és nagyon jól esik neki, majd tőle is megkérdezzük, a meleg víz, aminek fájdalomcsillapító hatása van. Úgyhogy drukkolunk, hát 2-3 perces fájásoknál már akármi is lehet. Fújjuk a levegőn. Nagyon jó. Úgy. Ez a jó most, hogy így pihensz. Most már örülök, mert fáj. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy ez a mészáj tágulás, ez még úgy az elején van. Picit magasabban van a koponya, magzati szívfogók jók, sürgősségre sem jók. 1-2 órát még figyelgetjük, és akkor meglátjuk azt, hogy tendenciájában hogy néz ki a dolog. Tehát, hogyha tágul tovább a mészáj, akkor érdemes várni, ha nem, akkor a befejezés módja, akkor a császármetszés lesz. Feri. Jó. Folyamatnak még úgy az első harmadában van. 10 percet tudnék aludni nyugodt, akkor semmi bajom nem lenne. Hát meg kell mondjam, hogy ugye a vajudás időszaka az... Nem fogok aludni, tudom. Nem az alvás időszakában esik egybe. Ha pedig így van, akkor pedig nem kell erősek a fájás. Fájás idő voltak egy órája. Most mintha egy kicsit ritkultak volna, nem? Nem tudom. Viszont erősek most, tök jó. Nem akarsz felállni egy kicsit? Nem tudom. Annyira szeretnék aludni egy kicsit. Tudnak lazítani. Próbálj így rendesen oldalra be, és akkor hát, ha még 2 fájás között egy kicsit tudsz pihizni haza. Úgy. Mm. 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 Mm.
Már most mit csinál, így? Á, császár, kérek, én nem szarozunk itt. Ez nem kívánság. Á, bánom én. Egyszerűbb lenne kiszedni, ez jó van. Na most, ha jön a fájás, akkor nem az a cél, hogy így ugrálunk, kattogunk rajta, hanem maximum ilyen körkörös mozdulatokat csinálunk, ilyeneket, amikor fájás van. Amikor nincs, akkor meg szépen pihenünk. Lehet, hogy mindig kell a derekamat szerelnem ott. Hiába csinálod a hátamat, és szart se érünk vele. Most így, ahogy dörzsölgeted, az úgy jó. A fürdőkád, vagy fürdőkád, ott volt nagyon jó. Csapattam rá a vizet, akkor olyan procedúra felöltözni, levetkőzni. Majdnem elaludtam a víz alatt. Semmiféle rossz helyzetet elviselni. Mm. Ki tudom tolni? De hogy ne tudom? Olyan jól csinálod. Annyira jó, ahogy belengeded magad, utána kifolyod a fájásokat. Szerintjük ki már lát, aztán senki nem hiszi el neked, mert nem látszik rajtad, hogy rosszul vagy. Lehet, ő is hozom, meg mi is mi. Még én azt mondtam, hogy hétvégén szülök. Aha, persze. Május elsőjén azt mondtad. Hát, itt van-e. Megmondom az őszintét. Ha tápulok, ha nem... Megszülök. Én már mennék, hogy császározzon meg. Tudom, hogy Ibinek ez ízél, mert könnyű utat választom. Még azt mondja. Figyelj, ez nem egy probléma legyen közöttetek. De hát ő már most ízél. Nem. Én ezen nem. Én azt mondtam, hogy a doktorok elmondtunk. Igen. Azt meg kell foglalkozni. Én csak ennyi. Így van. Nem. Én csak neked mondtam, legyél nagyobb csinál. Én csak most nem tudom, hogy sietett. Ez bő egy rúnyi. Már bő négy? Egy. Bő egy. Most? Igen. Jó, ja, hogy három cent. Oldalfekvésben jobb, mint hátul. Így van. De így állva van. És labdán meg jobb, mint fekve. Így van. Ebben a szakaszban. Így van. Nem akarok sokáig szenvedni. Bejön, megmondom neki, mosakodjunk ott. Ha úgy gondolja, akkor izéljen meg, kész. Nem fog szenvedgetni ennyit. Meg várunk órák hosszat. De hát ez csak pár óra az életem. 9 órát vártunk. 9? Megszólalt már megint. Nem, hát olyan egyszerűen. Nem vártam én, csak olyan egyszerűen mondja, hogy 9 hónapot. Igen, vártunk, tudom, csak nem neked fáj. Egész jól kitanultad én. Hogy hogy kezd. Csinál. Sok fontos. Én átvenném tőle a fájást, ha lehetne. Jaj, de jó lenne. Moslék fejem van. Gyönyörű, szép fájt. Hogy legfogod látni? Föl. Igen. A vidéken is. Van, de te tudod, sírozni egy kicsit. Thank you.
Csilla ugye már körülbelül 2 órája mondja, hogy ennek a császár lenne a legjobb vége, de hogy szakmailag is indokoltá vált, ugye? Hát most már igen. Mert? Hát most az elmúlt időszakban ez egy 2 óra hosszában nem tágult semmit. Tehát, ha az oxitocin ellenére sem. Nem tágult semmit. Koponya továbbra is elég magasan van. Lehetne még várni, de felesleges, mert ugye most valahogy megállt ez a folyamat, és biztonságosabb az, hogyha kiemeljük a magzatot. Szóval nem feltétlen kell megvárni azt, hogy esetleg a magzati szívhangok is elromoljanak, és akkor... Hát, oxigén hiány. Igen, ez most azt mondom, hogy így gyakorlatban egy 6 órás vajódása volt neki, és még a mészáj állapota az még mindig olyan, hogy gyakorlatban most olyan 2 ujjnyi körül jár. Tehát ez még egy jó pár óra hossza lenne ahhoz, hogy... És akkor még mindig nem biztos, hogy a koponya átjön a medence bemenetén, annál is inkább, mert most is nagyon magasan van. Igen, ráadásul a kismama is már nagyon elfáradt. Hát igen, szóval azt is azért figyelembe kell venni. Hát nem tudják igazából, de szerintem még 3,5 kiló biztos lesz. No, mit csináljuk egy? Ez várja Málna Szofiát. Így van. És olyan rózsaszín, mint a Málna, vagy olyan sötét rózsaszín. Cuki! Lehet választani. És akkor most mit fog történni a babával, amikor kihozzátok? Akkor kap egy 2 késői köldökzsinórellátást, és utána mi megtöröljük, kap egy sapit, hogy ne fázzon, és vissza fogjuk rakni anya mákosára. Az mit jelent, hogy késői köldökzsinórellátás? Az azt jelenti, hogy 1 perces születés után 1 perccel fogja a köldökzsinór megszűnni az anyával való összeköttetése. Ennek egy csomó jótékony hatása van. Tehát, hogy a pulzálás megmarad még egy percig. Így van, és 1 percig még ott lesz, még a műtéti területen, utána a köldököt ellátják, és utána kapjuk meg mi a babát. Közvetlenül a szülés után az anyák, apák mellkasára kerülnek a babák. Ez egy csomó élettani pozitív hatáson kívül olyan kötődés alakul ki a baba és a szülő között, ami kincset ér. Van olyan apuka, akinek iker lányait tettük a mellkasra, mert édesanyjánál ezt nem tudtuk megcsinálni anyai indikáció miatt. A csajok 1 évesek lesznek, és a mai napig az apukájuk mellkasán alszanak el. És az apa iszonyatosan boldog, hogy végre ezek a csajok apásak. Nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy a szívdobbanás, vagy a rezgés? Az illatot, és a jótékony hatása van, mert ugye azokkal a kórokozókkal találkozik a baba, amik normálisan kellenek a nagybetűs élethez, amik a bőrön vannak, ami jótékony hatású. Semmit kielégíti fájás tevékenység mellett, hogy
szülés befejezésének a módja a császármetszés lenne. Jó? Most a fedélzetre fel, most hát akkor beindul a rendszer. Van a beteg, ugye akkor van az operatőr, van annak az asszisztense, van az altatóorvos, van annak az asszisztense, van a gyerekorvos, annak van egy asszisztense, van a műtősnő, és van a műtősfiú. Akkor 9-en. Plusz apuka. Hát plusz apuka, úgyhogy akkor 10, 15, 13. Most 13. Két operatőr lesz. Két operatőr lesz, igen, egy az egészségügyi szinten, másik a médiának. Úgyhogy, hát ez amikor sürgősségi a dolog, akkor ezt összetrombítani nem mindig egyszerű ám. Szia, egy császármetszer szeretném csinálni. Egy kipipa. Temesvári, Csorkom Timike, csinálnék egy császármetszést. Jó? Szóljon már be a műtős fiúnak is, jó? Köszi. 24. Hello, Renáta. Be tudsz jönni egy császármetszésbe? Jó, akkor szeretettel várom. Köszi. Közegészségügyi stáb osztály. Igen. Renáta is megérkezett? Renáta is megérkezett. Szegényke. Én mondjuk több szép főkezni az éjszaka. Mindig van fájás. Hát ez most lesz, és ez már nem erre. Illetve hát majd, mikor megkapod a gerincet. Ugye semmit nem fogok érezni. Semmit. Úgyis ott leszel benne, nem mész sehova. Sehova nem megyünk. Összeszámoltuk a doktorról, 13-ban leszünk benne. Így mindannyiunkkal együtt. Melegünk így. A babát nem számolgatod, akkor 14. Innen el fogja vinni a műtős fiú a műtőbe, és akkor ott majd az altatóorvossal fog találkozni, hogy elmondja az ő saját dolgát, az érzéstelenüléssel kapcsolatosan. Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Most itt, vége! Itt.